Kolumbán Gábor fizikus, közgazdász. A Hargita megyei tanács alelnöke, majd elnöke 1992 és 2000 között. Az RMDS volt alelnöke, az Európa Tanács romániai küldöttségének tagja, az Erdélyi Unitárius Egyház egyik főgondnoka, a Sapienzo Egyetem adjunktusa. Az első emlékem, amikor Székelyudvarhelyen a Nagykükülő hídján szüleim húznak a szánkón, körülbelül 3 éves lehettem, gyönyörű hó, buckák vettek körül, és égtek a lámpák a hídon. Azóta tudom, hogy kegyes hozzám a gondviselés. Gyerekkoromat nagy szeretetben töltöttem, családom gondozásában, majd iskoláimat is Székelyudvarhelyen végezve. Mindvégig biztonság, szeretet és a jövő bizonyossága vett körül. Talán még az egyetem is ehhez tartozott, hiszen nagyon békés szakmát, fizikusként, fizikusnak készültem, és egy rövid ideig dolgoztam is a szakmába. Majd 89. decemberre megváltoztatta az életemet, a város élére rendelt a gondviselés, mert másképp nem tudom ezt megfogalmazni, és mindjárt utána 90 tavaszán egy RMDSS megbízatással kerültem Székely-Pál falvára és onnan én lakára. Az életem magja, tere a Székelyföldhöz, Udvarhelyszékhez fűződik. Én úgy gondolom, hogy itt a firtos alatt a szeretet kultusza él. Nagyon meleg, baráti a táj, az emberek, a közösségek, és mindig jól esik ide visszavonulni és innen meríteni az élet dolgaihoz energiát, hitet, bizalmat. Az én laki életemet már aktív politikusként megkezdtem, hiszen ugye megyei tanács alelnökeként újítottam fel az első házamat, aztán utána elnökként a másodikat. Behoztam a faluba egy vezető embernek, egy köztiszteletben álló közéleti, szolgálati embernek ezt az alázatosságát, a szolgálatát, amit a Székely faluért tesz. Tehát ezeknek a felújított házaknak ez az legfontosabb üzenete, amit én így próbáltam megfogalmazni, hogy ezek a házak értéket képviselnek, és tulajdonképpen nem a múltat őrizzük vele, hanem a jövőt készítjük elő. Ez a falu, mint sok más székely falu, olyan értékeket őriz, ahol nem is a közösségre gondolok, mert ez a közösség már nincs, amit ismerünk a történeti írásokból, vagy akár a nagy székely írók regényeiből, hanem egy természetközeli életformának a fenntartható lehetőségét jeleníti meg. És én úgy gondolom, hogy a globális korban nagyon fontosak lesznek azok a helyek, ahol természetközeli és magas spirituális szinttel, tartalommal, töltettel való életet lehet megélni. Mert nagyon sokan rá fognak döbbenni, hogy az anyagi világ, a fogyasztói társadalom nem teszi boldoggá az ember. Tehát akármennyire hajtunk a pénzért, a hatalomért, ez nem fogja kielégíteni az embereknek nagy részét. És akkor szét fognak nézni a világba, addigra már a globális kor minden jellemzője, gazdaság, társadalom el fogja uralni a földet, nagyon kevés olyan hely lesz, ahova ki lehet menekülni ebből a rendszerből, és
pont úgy, ahogy az egészséges élet számára, az egészséges ember, a teljes ember számára szükség lesz olyan helyre, ahová el tud menekülni, akár rövidebb időre is felfrissülni, felépülni fognak jönni menekültek, így nevezem őket a globális kor menekültjei, akik számára építem a házakat, tulajdonképpen ezt teszem. És ezek az emberek fogják értékelni majd azokat a közösségeket, amelyek fenntartják ezeket a helyeket. Azért az nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy ez nem egy kivonulás. Mert én integráltan élek ebben a világban. Tehát üzleti tanácsadóként is keresem a kenyeremet, és mindenütt ugyanaz az ember vagyok. És az, aki tőlem stratégiai menedzsmentet tanul, vállalatvezető, az tudja, hogy én 3 napot éppen a csíki havasokban voltam. Mert nem ért el telefonon, és akkor meg kell neki mondjam, hogy miért történt ez így. És az emberek mindig mérlegelik, hogy megéri-e nekik még az, hogy akkor nem tudnak teljes ellenőrzést gyakorolni az életem fölött, de mindig hozok valamit nekik olyant, amit máshol nem találnak meg. És akkor ez így egyensúlyban áll. A kollégáim közül, főleg a fiatalabbak azt látják, hogy én befektetek a jövőbe. Nagyon érdekes volt, amikor éppen számigálták a kötelező életbiztosítást, amit ugye nyugdíjbiztosítást, amit most bevezettek Romániába, hogy mennyit fognak kapni, mikor nyugdíjba mennek. És én betoppantam, amikor ezt az irodájukban, amikor ezt a számítást végezték, és rám néztek, és azt mondták, hogy hát azért a nyugdíjbiztosításnak vannak más formái is, azt, amit Gábor csinál. Tehát, hogy nem odaadja egy nyugdíjalapnak a megtakarításait, hanem fölépít egy kis farmot a csíki havasokban.